Ezen a felületen a felvihu található e felvételi rendszerében lehet böngészni az idén összeinduló képzések közül. Ugyanitt lehet jelentkezni is, ha valaki már eldöntötte, hol szeretne tovább tanulni. Hat képzés lehet megjelölni, az első hármat ingyenesen a továbbiakat két 2000 forintért. Sok idő már nem maradt a gondolkodásra, keddé félig lehet jelentkezni. A Nyíregyházi Egyetem palettája bőséges, az osztatlan mester mesterképzésben például 70 szakpárt hirdettek meg. A hazai tanárképzés egyébként szeptembertől megújul, egységesen 5 éves lesz, a megszerzett diplomával pedig egyaránt lehet majd általános és középiskolában is tanítani. A Nyíregyházi Felső Oktatási Intézményben más újdonságok is várják a leendő hallgatókat, új formaként elindul a távoktatás. Rengeteg képzésünket, például három felsőoktatási szakképzésünket, 14 alapképzési szakunkat, egy mesterképzési szakunkat, illetve három szakirányú továbbképzési szakunkat tudtuk távoktatásban regisztrálni. Már a jelentkezők egyébként a felvi láthatják is, hiszen a munkarendet egy tébetű jelöli, mint hogy távoktatásban indul ez a képzés és ugyanúgy a jelentkezést ezen az e rendszeren keresztül kell beadni, és ugye nagy előnye ennek, hogy akár például Győrből is be tudnak csatlakozni a egyházi Egyetem képzéseire. A távoktatásos forma ugyanakkor csak önköltséges formában választható. Az intézmény emeleten indítja a kihelyezett képzéseit Máté Szalkán és Kisvádán, előbbi helyen két, utóbbinál három alapképzési szakot hirdettek meg. A jelentkezőknek arra is figyelniük kell, hol mik a követelmények, több szak esetében ugyanis előírás az emelt szintű érettségi. A nyári vizsgákra ugyancsak kedvé kell jelentkezni. Egy következő határidőt is érdemes azonban észben tartani, a hétvégig vasárnapig kell hitelesíteni a felsőoktatási oktatási jelentkezést. Ugye nem elegendő a jelentkezést február 15-ig beadni, ezt a jelentkezést mindenképpen hitelesíteni is kell. Ennek kettő formája lehetséges. Egyik az, hogy a jelentkezési lapot a jelentkező postára adja az oktatási hivatal részére, a másik talán egyszerűbb formája az ügyfélkapunk keresztül történő hitelesítés. Amikor ez ugye megtörténik, akkor, ahogy már mondtam is, július 7-ig van lehetőség esetleges dokumentum feltöltésre, módosításra, és várhatóan július 21-én kerülnek kihirdetésre a ponthatárok, már aznap este 8 óra magasságában az oktatási hivatal SMS-ben értesíti a jelentkezőket a sikeres felvételről. A tavaszi év egyébként bő egy hette, február 7-én indult el a Nyiregyházi Egyetemen, a nappali tagozatosoknál személyes jelenléttel, a soknél és a szakirányú továbbképzéseken részevőknél hibrid formában. Utóbbi azt jelenti, hogy a hallgatók elméleti órái online, a gyakorlati óráik pedig személyesen vannak megtartva.